Újabb színfolta gyarapodott a belváros, a bajnok étterem terasz nyitott, melynek hivatalos átadásán részt vett Szalai Ferenc is. A polgármester azt mondta, Szolnok komolyan veszi a turizmus, az idegenforgalom fejlesztését, ehhez viszont kellenek a színvonalas kiszolgálást nyújtó vendéglátóhelyek is. A rendszerváltást követően az elsők között nyitotta meg éttermét Bede Gyula. A bajnok 1993 óta fogadja a vendégeket a Battyányi úton. A város tavaly saját forrásból újította fel a Hősök terét övező közterületet, díszburkolatot kaptak a járdák. Ez a beruházás tulajdonképpen tálcán kínálta a lehetőséget. A tapasztalatok szerint egy megszépült környezetben szívesen ülnek ki a szabadba a vendégek. Ezt a célt szolgálja a ma hivatalosan is átadott terasz, ahol 12 asztal mellett 48-an férnek el kényelmesen. Nagyon szépen meg van csinálva az alsó részünk, megvan a kerthelyiségünk, talán egyedülálló a kerthelyiségünk is, de egy ilyen kiülős rész nem volt, ahol, és azért sok vendég szereti azt, hogyha kiül és nézelődik közben, itt van ez a gyönyörű park mellettünk, ezt is ki tudjuk használni ezáltal. Azon kívül ennek van egy hangulata, van egy feelingje. Kellenek a minőségi termékeket és kiszolgálás nyújtó éttermek, sörözők, kávézók, cukrászdák, hogy a város élete egyel magasabb szintre tudjon kerülni, így fogalmazott Szolnok polgármestere a sajtónyilvános átadón. Szalai Ferenc szerint ezek azok a vállalkozói lehetőségek, amelyek beleillenek a megyeszékhely idegenforgalmi, turisztikai fejlesztési elképzeléseibe, segítve azok megvalósulását. Nagyon fontos, hogy Szolnok elmondhassa magáról, hogy ha vendégeket akar fogadni, akkor a legmagasabb szintű szolgáltatásokat tudja adni. És egy ilyen étterem, mint a bajnok étterem, pont ebben a kategóriában van. És hogyha a következő évek, 4-5 év fejlesztésének első számú iránya a turisztika, az idegenforgalom, a vendéglátás, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen magas szintű ellátást tudunk ebben a kérdésben adni. A tulajdonos elképzelései szerint még ebben az évben megnyitja kapuit egy kávézó is, ahol kávé, fagylalt és cukrász különlegességeket kínálnak majd.